Üdvözöllek benneteket! Az elkövetkező néhány percben egy táblázattal kapcsolatos feladatot fogunk megoldani. Tehát szövegszerkesztőn belül táblázatot fogunk készíteni a következő séma alapján. Minden egyes táblázatnál az első dolgunk mindig meghatározni a táblázatnak a méreteit. Vagyis konkrétan a szélességét, tehát hány oszlopból áll. Jelen esetben láthatjuk, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oszlopból áll, majd a másik paraméter a táblázatnál mindig a soroknak a száma, 1, 2, 3, 4, 5. Ebből kifolyólag elmondhatjuk, hogy ez egy 6x5-ös táblázat fog lenni. Miután megnyitottuk a szövegszerkesztőnket, készítsünk akkor egy táblázatot, ugye az Insert menüből keressük meg a Table opciót, és be is tudjuk állítani, tehát a szélessége 6, vagyis 6 oszlop kell, hogy legyen, míg a magassága 5. Az ne zavarjon bennünket, hogy most egyáltalán nem hasonlít még arra a táblázatra, amit el szeretnénk készíteni. A Word minden alkalommal teljes szélességét kihasználja a lapnak, tehát ezért van, hogy sokkal szélesebbek most az oszlopok, mint az eredeti feladatban. Tehát még egyszer, ugye 6 oszlop széles és 5 sor magas. Amikor erre rákattintok, már el is készítettem ezt a táblázatot, és amit még tudni kell ennél a táblázatnál, hogy minden egyes cellája 1-1 cm széles, illetve magas. Ezt fogjuk most beállítani a következő lépésben. Kijelölöm az egész táblázatot, amit megtették úgy is, hogy kijelölöm oszloponként, vagy kijelölöm soronként, de legpraktikusabb, hogy itt a bal felső sorokban lévő kis jelre kattintva kijelölöm az egész táblázatot. Íme ülesbe kattintok, és kijelölöm újból. Amikor ez megvan, jobb klik a táblázat belsejében, tehát a kijelölt részre, és mivel a táblázatnak a tulajdonságait szeretném megváltoztatni, így választom a Table Properties utasítást. Mivel sorokat és oszlopokat kell, hogy beállítsak, a sorrend teljesen mindegy. Most indulok akkor sorba, tehát row, vagyis a sorok. Ugye jelen pillanatban nem tudom változtatni, tehát kipipázom, és beállítom, hogy 1 cm legyen a minden egyes sornak a magassága. Ugye látható, hogy az elsőtől az ötödik sorig, tehát minden egyes sor most ugyanolyan magas fog lenni. Nem kattintok az OK gombra, mert még az oszlopokat is be kell, hogy állítsam. Ugye látható, hogy kolumn 1-től 6-ig, tehát mind a 6 oszlopom ki van jelölve, és beállítom, hogy ne legyen ilyen széles, hanem legyen csak 1 cm szélességű. Tehát ezt a két dolgot állítottam, a soroknak a magasságát, illetve az oszlopoknak a szélességét. És ha ez megvan, mehet az OK gomb, és már lehet látni, hogy kaptunk egy hasonló kinézetű táblázatot, mint a feladatunkban. A táblázatban, ugye mivel ez egy vízvezeték, be kell állítani, hogy ezek a cellák, amelyek itt más színnel találhatók, ezeknek ne legyenek elválasztó vonalai. Tehát nem fogjuk összeragasztani a cellákat, csak a keretét fogjuk eltüntetni körülöttük. Az első dolgunk az legyen, hogy jelöljük be, számozzuk meg ezeket a cellákat, hogy könnyebben tudjunk mozogni. Tehát balról jobbra, ugye, itt található az 1-es, 2-es, 3-as, majd haladunk jobbra 4-es és 5-ös. Utána haladunk lefelé, 6-os, majd megint jobbra. Tehát 6-os, jobbra 7-es, és a végén a 8-asnál fog majd kifolyni a mi vízünk. Mivel láthatjuk, hogy az eredeti feladattól eltérően nem a cella közepén helyezkedik el a tartalom, ezért érdemes beállítani, hogy minden egyes cella, és ne csak ezek, amelyeket mi határoztunk meg, illetve amiket megszámoztunk, hanem az egész táblázatban legyen középre való igazítás. Hát ezt az eddigi Wordnél, tehát a 2010-es Wordnél még itt a jobb kattintással el tudtuk intézni, itt viszont már a 2013-asnál eltűnt. El kell menjünk a táblázatoknál, ugye, hogyha ki van jelölve a táblázatunk, akkor megjelenik egy táblázattal kapcsolatos eszköz, ez a Table Tools, aminek ugye a különböző menüi, tehát nekünk a design és a layout az, aminek bennünket érdekel.
És a layout alól, íme itt a vége felé, jobb széle felé, itt található az alignment, vagyis az igazodás. És mi azt szeretnénk ugye, hogy teljesen középre igazodjon a cella tartalma, tehát ezt a center, vagyis a középre való igazodásra, hogyha kattintunk, akkor már lehet is látni, hogy ezek a sorszámok átalakultak. A következő lépés az lesz, hogy ezt a felső sorban lévő négy cellát össze kell ragasztani. Tehát azt jelenti, hogy kijelölöm a négy cellát, ugye lenyomom a bal gérgombot és húzom jobbra, és egy jobb kattintással megkeresem azt az utasítást, hogy merge cells, vagyis ugye összeragasztani, egyesíteni a cellákat. Hát ha ez megvan, akkor már ugye könnyű szerrel bele tudom tenni, bele tudom írni, hogy víz vezeték. Hasonló lesz a dolgunk az alsó négy cellával kapcsolatban, ezt is össze fogom ragasztani, tehát kijelölöm, jobb klik, keresem a merge utasítást, összeragasztottam, és ide már bele lehet írni, tehát a saját nevünket, illetve az osztályunkat. És ugye a feladat még azt is kéri, hogy ez az ötös, alsó index legyen, tehát kijelölöm az ötöst, és nem azt fogom tenni a home szalagban, hogy lejjebb veszem a betűnagyságot, hanem az alsó indexet választom, tehát a formázási eszközökből, ugye ez az X alsó index, a subscript, ezzel tudom alsó indexét tenni. Ha ezek megvannak, akkor most hozzáfogok ezeknek a fölösleges kereteknek az eltüntetéséhez. Kijelölöm az egyes számú cellámat, aminek ugye a design részében megtalálhatom a kereteket. De ugyanezt el tudom írni a home alól is, ahol ugye itt találhatók a keretek, a borders. Bármelyiket használhatom egyenértékű. Mivel ennek az egyes cellának se felső, se alsó kerete nem kell, hogy legyen, akkor láthatjuk, hogy a top border, ugye ez a felső keret, ki van jelölve, ugye, vagyis le van nyomva, így ezért van. Amint már odavittem az egeremet, lehet látni, hogy már el is tűnt. Most még ugye nem fog eltűnni, csak akkor, hogyha rá is kattintok, tehát innentől kezdve már nincs felső kerete. Sőt, ugyanebben a cellában az alsó keretet is el fogom tüntetni. Így már lehet látni, hogy az egyes cellának se felső, se alsó kerete nincs, tehát úgy néz ki, mintha folyamatosan haladna tovább. A kettes cellánál már a felső keretet nem kell eltüntetnem, mert ugye az már eltűnt, hiszen az egyes cella alsó kerete ugyanaz, mint a kettes cella felső kerete. Ezért neki megint csak az alsót fogom eltüntetni. A háromasnak pedig már a felső eltűnt, tehát most jobbra kell, hogy haladjak. Éppen ezért a right bordert fogom eltüntetni, tehát jobbra. Így, a négyesnél úgy szintén, tehát eltüntetem a jobb oldalit. Az ötösnél lefelé kell, hogy haladjak, tehát kijelölöm az ötöst, és az alsó keretét fogom eltüntetni. A hatosnál már eltűnt a felső, tehát most már jobbra kell, hogy haladjak, tehát csak választom azt a keretét, amelyiket el szeretném tüntetni. Ha véletlenül rossz keretet tüntetünk el, például most bekapcsolom ennél a hatosnál a left bordert, illetve kikapcsolom jobban mondva, és lehet látni, ugye, hogy most eltűnt ez a keret. Ahogy kikapcsoltam, ugyanúgy be is tudom kapcsolni, tehát ha még egyszer kattintok a left borderre, akkor ugye visszajön a baloldali keret. Már egy nagy részt meg is oldottunk, még ez a 8-as cella, ami még problémás, ennek se felső, se alsó kerete nem kell, hogy legyen. Tehát így kijelölve először lekapcsolom az egyiket, utána a másikat. A sorrend természetesen mindegy, hogy milyen. És amikor ezeket a kereteket eltüntettem, most már hozzáfoghatok a színezéshez. Igaz, hogy ezt előbb is meg tudtam volna tenni. A színezésre használjuk a kis festékes kannát, ugye, ami a hátteret. Ez többféleképpen megtalálható. Itt, hogyha rögtön kijelöltem a cellát, és ebben a segédeszköztárban is megjelenik, tehát választhatom innen is. De ugyanúgy a home alatt itt is megjelenik a festékes kanna, és az előtt már, ahol láttuk a kereteket a design alatt, itt is megjelenik. Ugyanezt alkalmazhatom a többire is, sőt, hogyha többet kijelölök, ugye egyszerre többet is be tudom színezni, tehát egyszerűen végig tudok haladni ezeken a cellákon. És ha most megnézzük a feladatunkat, ugye, tehát mindent beállítottunk,
az ne zavarjon bennünket, hogy itt-ott még látszódnak ezek az elválasztó vonalak, tehát ezek már ugyanink nincsenek itt. És most már csak az maradt, hogy ezt a dokumentumot le lehet menteni, ugye a mentés az mindig a file alól fog történni, és a save as utasítással. Íme tehát így oldottuk meg ezt a feladatot. Még egyszer a legelső lépésünk valójában az volt, hogy meghatározzuk a táblázatnak a méreteit, majd a táblázat tulajdonságait a jobb klik és a Table Properties alatt tudtuk beállítani, úgy a sorokra, úgy az oszlopokra. Eltüntettük a kereteket, ugye itt használtuk akár a Design alól a bordert, vagy akár a Home alól ugye a border részeket itt tudjuk eltüntetni, hozzátenni. Ugyanúgy a színezés is itt történik, ugye ebben a részben, illetve amit még alkalmaztunk, hogy néhány cellát ugye összeragasztottunk. Most már ez össze van, ez nem fog megjelenni, de ha most kijelölök másik három cellát például, jobb klik, és már össze is tudom ragasztani ezeket a cellákat. Köszönöm a figyelmeteket!